Van egy olyan érzésem, hogy neked nem tetszik ma Wright meze, illetve hajviselete. Miért gondolod ezt? Játék attól még tetszett, persze. De kinek ne tetszene ez? Kinek nem tetsz? Szerinted ez nekem nem tetszik? Ja, jó. Na hát, egyébként kikerült megint az a 10 évvel ezelőtti top 32-es lista. Oda akart állni, dobni. Igen, kikerült. És valóban nem sok aktív játékos van már ebből a listából. Közben itt van Peter Wright menetelése Noppert. Utána ugye Cullen is. Aztán pedig érkezett ugye, nézzen ezt, egy bocsánat, Michael Smith. Szóval ezben a 32-ön bizony a Medi az, akinek nem tetszik ez. Ja, pont, neki, jaj, akkor jaj, jaj, bocsánat, meze tetszik bocsánat, neki. Oké, jaj. Semmi baj. Na hát Adrian Lewis ugye azon a listán második volt, hát most még aktív játékos, James Wade is, sőt James Wade azért még most is az élmezőnyben. Gary Anderson, Simon Whitlock, ők azért még aktívak. Aztán Barney ugye most tért vissza. De aztán olyan nevek, mint Mark Webster, Kevin Painter, Terry Jenkins, Mark Walsh, hát ők nem nagyon vannak már a... Sőt, egyáltalán nincsenek aktív mezőnyben. Vincent van der Voort is ott volt 32-ben, Marvin King. De aztán utána itt hátul már szinte senki. Justin Pipe, Brandon Dolan és Peter Wright egyébként itt van. Azt mondja, 32, 30. helyen. Hát akkor még ott állt. Annyit még egyébként, mert kérdezte például Kéri András is, hogy a döntő holnap hánykor lesz. Picit később kezdődik, mint a mai két mérkőzés, illetve a mai első. Fél tízkor kezdődik majd a döntő. Így van, fél tíz után pár perccel. Igen. Szóval ugyanez a metódus, mint ami egyébként a 8-órási kezdésnél egy pár perccel 8 után szoktunk kezdeni. Ugyanez azért várható a döntő előtt, és itt egy meccs van. És az már ugye 18 nyert. Lesz, tehát megint emelkedik egyet majd. És szintén ugyanúgy kettővel kell minimum nyerni. Na nézzük Wrightot, lemegye 100 alá, lefog. 180! Lemegy. De még hogy lement. Ott a tripla 20. Nincs meg az újabb tripla. Kellett volna. Egyébként ez jó kabala Peter Wrightnak, mert jól emlékszem a VB címet is gyönyörű szép lila mezben teljesítette. Első nem 12. Jó. Második sem, de az már nagyon közel van. Az és meg tökéletes. És ugye nyilat nem cserélt. A jól bevált készlethez most ragaszkodik. Szerintem a rajongói legnagyobb örömére, mert ezt már ilyen remegő gyomorral várja mindenki, hogy vajon lecseréli a nyilait, és újra kísérletezik valamin. Peter Wright, vagy pedig a már jól bevált szettet használja, és most ezúttal ezen a tornán, amióta azt a talán az első meccsén használta azt a nagyon vékony tollat, és egy egész más típusú 180! Meg oda pörköl a 140 után egy 180-at is. Addig nagyon rendben van ez a meccs. Nagyon fönt van Wright, tehát egyelőre nem nagyon mutatkozik esély a breakre. 96. Összejött még a 180. 180! 85-re kiszálló a negyedik körben. Bedobja egy-egy nagyon magabiztosan. És itt a meccs elején még egy kicsit szerényen örül a kiszállónak, lesz ez ennél még valószínűleg durvább is. Na, az a durvább. Már ami az arcvágásokat jelent. Igen, hát igen. 123 az rendben lehet. 83,
az már nem biztos. Attól függ, mi érkezik válaszként. Ott is jön egy szektorhiba, de a hetesbe ment. A triplába ráadásul. Ott a két tripla, szépen javít Peter Wright az első kör után. 180! A harmadikat dobja Wright. 94 a válasz Van Gerventől. Újabb tripla. Picit fölötte, megnézi, mert nem látta tisztán. És a 18-asba dobja a harmadik nyilát bele, a triplába 104 marad. ...104-re Wright. Tripla nincs. Az meg még elmegy a négyesbe ráadásul. Kicsit utána kell számolni a dolgoknak, ez nem volt bekalkulálva. Dob egy bult ezután. És így lemegy dupla 16-ra, amire biztos, hogy dobni fog, mert hogy Van Gerven nincs kiszállón. 42-vel, sőt, továbbra sincs kiszálló. Le, így van. 2-1-re vezethet Wright. 8-asra kell, hogy váltson. Még mindig a dupla 8. És nagyon nagy szerencsé, hogy Van Gerven nem volt kiszállón. Na most viszont már meg kellene dobni. Erre azért csak lejött, igen. Dupla 8 meg mindig. Bedobja. Már megoldja. Mindenki nyerte eddig a saját kezdését. Az. 96-os kezdés. És ő két triplát dob. Egyelőre elképesztő átlagok. Csak 90. És hogy megint kap egy két triplásat Van Gerven, az nagyon nagy baj lenne számára. Már pedig kap. 140 megint. 100-as előny sikerült kiharcolni a magának körülbelül. Egy triplás köröket produkál Van Gerven, ez nem biztos, hogy elég lesz így, hogyha jönnek a két triplák sorozatban Wrightnak. Hát most nem jön egy. Egy még jöhet. És megint jön a két tripla, igaz, hogy mellette van egy szektorhiba is, de lemegy 96-ra. Nem jönnek a nagy körök Van Gervennek. 120 marad, bocsánat, és 96-ra jöhet a break leg. Megvan a tripla 20, dupla 18, és itt az első break. Megoldja Peter Wright egy 11 nyilas leggel megoldja a breaket. Azért itt, ahogy nézem a nézőink beírását, itt azért elég komoly pénzek forognak kockán. 180! És majd a játékos lesz a hibás, ha nem jön be. Tudod, ez szokás szerint. Ó, csak 60. Ez nagyon fölötte. Jézus, milyen átlag. Hát persze nem lesz ez végig így. 100-as. Valamit javított a helyzetén Van Gerven. Azért bele fért, becsúszott egy tripla. Ötös. De nagy hiba. Video 121.
Tripla 20. Nem. Tupla 18-ra megy rá, milyen kiszálló. 4-1. Hát az első etapban brillírozott Peter Wright, de Van Gerven szurkolókat megnyugtatva az előző mérkőzésen, ugye Ratajski vezetett az első szünetben 4-1-re Vandenberg ellen, és végül Vandenberg simán legyőzte Ratajskit, úgyhogy ha valamiben bízhatnak a holland szurkolói, akkor az ilyen fordulatokban. Hát ez szépen fest. Geniális átlag, igen. Peter Wright mutatója egészen brilliáns. Egyébként egy 15, egy 16, egy 11 és egy 12 nyilas leg a skót neve mellett, és egy 12 nyilas leget tudott mindössze megnyerni Van Gerven eddig a mérkőzésen. Ráadásul 100%-os kiszállt, tehát esélye sem volt más leget megnyerni. Hiszen nincs rontott kiszálló. 9-ből 4-et dobott meg Peter Wright a dupláiból. Mészáros Krisztiánnak válaszként nem vagyok Fradi Drucker, sem Puskás Akadémia szurkoló, sem MOL Fehérvár FC szurkoló, sem Újpest szurkoló nem vagyok. Nem tudja még, hogy a Laci Bári Drucker, hát ez hihetetlen. Van. Van még olyan, aki nem magyar, nem szurkolok egyetlen magyar csapatnak sem, max ha nemzetközi porondon szerepelnek, de különösképpen. Na mindegy, ne is folytassuk. 100-as. Százas. Ó, szép a tripla, és még egy. Könnyörű játék. Most nem jön Peter Wright-nál sem a tripla, így aztán nincs kiszállón. Van Gerven meg lerakhatja magát. Gyönyörű 24-re. 188-ra csak kerekíteni tud Wright. Hát az itt Van Gerventől nagy hiba kellene, hogy ezt ne húzza be. És meg is van a nagy hiba. Ez sikerült is elrontani, igen. 105-re nagy esély. ra kell az 54. Nem találja el, így nincs kiszálló. Na dupla 6. Megvan. Megoldja bizony. Nagyon rezgette a léc, mert itt azért megcsíphette volna ezt a leget is rajt, és akkor meg lett volna a kettős break előny. Hát igen, és ez egy 19 nyilas leg volt, tehát nem egy... Kijöttek a 6 körből is. Ami azért ritka. 100 után egy 59 jön. Jön a tripla. Ott is jön a tripla, csak az ötösbe. Meg még egy. De végül is 3 triplát dobott. Igen. Egy 100-as Van Gerventől. Százas. Nem jönnek a triplák Van Gervennek most, nem. Pedig a felzárkózáshoz kelleni fog brékleg is. Nem lát rá jól a tripla 20-asra. Le is minden ugye nem tudjuk megítélni, 137-tel lemegy. Puh. Hát ez nem űrdárc. Megvan dupla 16.
És megoldja ezt is. Úgyhogy 215-ön ragadt fent Van Gerven. .106 átlagon van Peter Wright, és 93 pontos átlagon Michael Van Gerven. Még mindig nagy a különbség. .180! Parádés kezdés a nyolcadik legben Peter Wright-tól. Nem. Hosszú távon egyszerűen képtelen jó köröket dobni Van Gerven. Jó. Negyedik nyíl. Meg az is jó. Ötödik is a helyén. Ki kell állni. Van ott hely. És bedobja. 180. Na. Emelkedik a decibel szint a nézőtéren. Bizony. Na, hetedik. Az a gonosz. Elképesztő. Ezen a Jézusom, ötmes... mit játszik. Á, igen, ráadásul lement 11-re, a 61-nél nem a 25 jött, hanem az 50-es. 135. Igen. A 10 nyilas nem lesz, de 11 lehet. Az nincs. 12. Hopp. Nem dobja be. Ki a kiszállót, így aztán... Olyan leget bukhat el, ahol igen. Akár még egy 9 nyilas is igen. Benne volt a levegőben. És itt megjöhet a válasz, gyönyörűen megoldja Van Gerven. És ez lélek, milyen jól, most jól lehetett hallani a... Elrontja Peter Wright, és dob egy 14 nyilast Van Gerven. Persze ő volt ugye első pályán. De ez most adhat egy lendületet a hollandnak? 140. Nem. Na. Pont befért. 140. Elment a kijelzője is a... helyszíni. De most legalább gyorsan oda varázsolták. Igen, a helyszíni scoreboardot rakták, de ezt most már bevett szokás egyébként, hogyha valami gond lesz a kijelző, akkor igyekeznek mi hamarabb ezt a képet beadni. Húha, ez csak 60. .140. Kezd magára találni Van Gerven. Abszolút, és megint 81-re teszi le magát. 3 kör alatt most ezúttal, nem 4 kör alatt. És ugyanúgy 81-re megy le, csak 4 kör alatt. Dupla 13. Bedobja ezt is. És brékel. 5-4. Lehet, hogy mindjárt elfogy Peter Wright előnye. És hogy mondtad mi, hogy 4-1, de hát így kezdődött Ratajski meccse is, és most Peter Wrightnál is, csak itt sokkal hamarabb fölzárkózik Michael Van Gerven. Ön elszánt fejjel játszik. .180! Csak 140-180 hát azért az összeomlás szempontjából. De jön a 180. 140 jön. Menetele ugyanígy tovább, Wright. Nem. Nincsen tripla. A második nyillal már igen. 100. Az kiegyenlít. És nagyon elkapta a fonalat Michael Van Gerven. Azért nagy kár. Hát... Azért meg még inkább, mert ez így bizony 205 pont. 145-re lemegy. 25 megvan. 32-re leteszi magát.
Nem dobja ezt az most be Wright, már pedig az bravúr lenne, akkor óriási szansz van, hogy utolérje Van Gerwen a skótot. Viszont jó a tripla. Az már nem jó, 66 pont marad. A jó számot. Akkor jó számolta, csak 6-ot hagyott magának. Na? Ki kell állnia, onnan oldalról be tudja dobni a dupla 16-ot? Nem! És nem tudom, hogy elszámolta magát Peter Wright, vagy már csak úgy elhajította a 66-ra, de nem tudom, hogy dupla 3-at akart magának hagyni. Lehetséges. És ha ilyen jól dobja, akkor igen. 6-4. És természetesen így aztán megint elmennek szünetre. Nem sikerült az egyenlítés Van Gerwennek. ...108,23-as körátlagon teljesít most Peter Wright, és 97,91-es átlag, tehát majdnem 10 pont van az átlaguk között. Az első 9 nyilasban is van különbség egyébként Peter Wright javára, 117,7, 102,93 Van Gerwené. 43%-on kiszállózik Peter Wright, 14-ből 6, és 40%-on Van Gerwen, 10-ből 4. Peter Wright-nak 2 break legje van, míg Michael Van Gerwennek 1. És akkor innen folytatódik ez a remek kis elődöntő. 123-mal kezd Wright, a két tripla 20 után lent szektorhiba, itt meg 140. ...92. ...180! Na de! Ott a tripla. 140, majdnem visszadobta. És ne, Jézusom, nem, hogy nem dob triplát, hanem a harmadik nyíllal még a szektort is elrontja. Igen, és így ugye 138-at hagy magának. Ott nem jött a második tripla, 19-es. Hát kellene az extra most Van Gerwennek mindenképpen. Megvan a tripla. 4. Óriási esély a 7-4-re. Dupla 8. Be is dobja. Hoppá, ez pech. És csak 40-nel kezd. Pont a drótot. Száz nyolc van! Ott a negyedik nyíl. Az ötödik is bent a helyén. Miért nincs ott a kilences? A hatodikat is bedobja! Igen, mert akkor javult meg a... Ja, igen. ...eredeti rendszer. Tehát 6 tökéletes nyila volt eddig. Jön a hetedik. Ilyen már volt. Akkor a hetediket rontott el. És mi történt? És a nyolcadik. Ja, az is megvan! Most a dupla 12! Gyerünk, Pita! Minden itt neki! Oj, de nagyon pici múlott! 2 milliméter, vagy egy talán. Hú, de bíztam most ebben. Neki. Ez nagyon rendben volt pedig, ez a kerekítések is, meg minden. Ezt miért nem tudtad egy körrel? 10 nyilas, de hát kit érdekel ez? Kit érdekel a 10 nyilas, a 9 is lehetett volna.
Fú! Parádés egyébként. Ennyi múlott. Óriási közönség reakciója is hasonló, mint a miénk. Na? Hát kegyetlenül játszik. 140. Ez se rossz kör, persze. Zseniálisan játszik itt a right. Az a kettő is éppen, hogy fölé megy a tripla 20-nak. Tartja szépen a lépést vele. Egyébként az a döbbenetes, hogy Fangerve sokkal jobban játszik, mint eddig bármikor a World Match Play-en, az idei World Match Play-en. Csak most ez kevés. 180! Most olyan formában van Peter Wright, hogy nincs olyan játékos, aki jobb lenne nála jelenlegi helyzetben. 140 pedig aztán, amit lehet Fangerven megtesz. Ott a tripla. Elképesztő. Dobja ezt is. 9-4. 10, ez az űrdárc. 11 nyílik, így van. Így van, ez abszolút. Annyira ott van fejben, látszik rajta. Hihetetlen. Milyen játék ez? 140. Elképesztő. Milyen átlag nyom? Hát valami brutális lehet. Igen, bőven 110 fölött van, 111. És nézem pontosan. 180! 113,2. 113, és nem az elején vagyunk, hanem már a 14. legben. Így van. És csak jönnek a tripla 20-ak. 140. 140, és egyébként a tornán ez volt a második tíznyilas, Kalen dobott egyet. És szenzációsan játszik Fangerven is most tényleg. Igen, nagyon jól játszik. Mondom, hogy eddig az idei kiírásban szerintem ez a legjobb meccse, 102,8-os átlagon van ő is. Hát ilyen nincs. Ilyen nincs komolyan. 98-ra megy le. Nem mindegy, hogy 41 vagy 98. És jön a tripla, jön, bizony, is. Még egy kell neki, így is a búrra jó lehet. Nem dobja be. 25-öt hagy. Záporoznak a négykörös próbálkozások. Megint megjön. Dupla 19. És megdobja ezt is. 10-4. 11 nyilas ez is. Ezzel nem lehet mit kezdeni. Hiába játszik zseniálisan Fangerven, de itt most egy olyan játékot látunk Peter Wright-tól. Ember nincs, aki megverné. Ilyen teljesítmény mellett. 114,64 és 5 leget nyer zsinórban Peter Wright. 130. Michael Fangerven ellen közte 14, 13, 10, 11, 11 nyíl. Dobott három darab, olyan négykörös, hogy nem is kellett mind a 12 nyíl hozzá. Egymás után. Ott is jön a tripla. Kettő jön. Hát ez kegyetlen. Hát itt már jelzőket sem lehet találni erre. A jelenlegi rekord egyébként World Match Play elődöntőben 107,61. Hát itt lehet egy brutálisabb ennél, 115,3-as átlagon áll most. Ez tovább javítja. Olyan köre, ahol legalább két tripla ne legyen. Ott a tripla 20-as. Ó, és most kicsúszik a négy körből. És jön a tripla 20, jön a tripla 18, és majdnem jön a bull is. Ez is milyen nagyon közel volt a bullhoz. Hát ez döntőnek beillő. De tényleg a holland is óriásit játszik. Na. Na.
És kifog és rajta a dupla egyet Fangerrel, a kidobja a 25-öt, egyébként 114-99 a legmagasabb körátlag meccsen, és bedobja a Fangerben 10-5. 11-4 helyett 10-5, így mennek el szünetre. Hú, hát ez még ülve is ki kell pihenni. Így van. Volt eddig a mérkőzésen 7 darab négykörös a 15 legből, tehát majdnem a fele mennyiségű leg négykörös volt. Volt 6 darab ötkörös, 1 6 és 1 hétkörös. Zseniális mérkőzést játszanak. Én azt gondolom, hogy ez az a meccs, ami teljesen méltó a színvonalban a World Match Play-hez. És nagyon az, hogy ekkora különbség, az annak köszönhető, hogy Peter Wright meg teljesen varázslatos formában. Ez egyébként a valaha volt legjobb második átlag, vagy harmadik átlagon áll most per pillanat éppen. Mármint a World Match Play történetében. Igen. Persze. Százas. Száz 80! És nagyon jól folytatja. Százöt. Az jó, 17-es. Az is jó, tripla 8. Kiesett a kezéből a nyíl. Ez nem annyira jó, mert ugye így folyamatot dobott volna, és most ott van megint a Dóra. Valaki le fogja csavarni megint onnan. És bedobja a 127-es. 10-6. Gigantikus nagy fej nézőtéren. Ezért nem volt mindegy az utolsó leg a szünet előtt. Ugye lehetett volna 11-4 is, így viszont azért szépen zárkozik Fangerben. Hát egy ilyen Dórának legalább 6 jegyet kellene megvenni. Igen. Egyébként ez is 12 nyilas, tehát egy újabb, már a 8. négy körös. A 16 legnek a fele négy körös. Brutálisan jól játszanak. Százas. Na most Fangerben fölkapcsol. 180 most. Okozatot. Rálépett a gázpedálra rendesen. Szanyám, ez a szünet jót tett neki. Wright meg mint egy picit elvesztette volna az indigót a tripláról. Ó, most viszont Fangerben mit játszik? Ó, de gyönyörű, 165-re, 16-ra megy, egy újabb 10 nyilas láthatunk. Ott a tripla. Ez túl nagy nyomást nem fog gyakorolni Michael Fangermanre. Dupla 8. Nagyon a 10 nyíl. Az bent van. Igen, egy újabb négy körös. Zárkózik szépen Fangerben. 10-7 brékleg, ő kezd. Már több négy körös van a meccsen, mint ami nem négy körös. Egészen zseniális mérkőzést játszanak. Már várnám azokat az átlagokat, amiket kiszoktak rakni, ugye sessionönként, ugye ötösével. Ki szokták rakni, mert ez a harmadik, ez brutális volt, de ez a negyedik sem kezdődik rosszul, mert két darab négykörösről van szó. Nem tett jót a szünet Wrightnak, annál jobban tett Fangervennek viszont. Most tudom, mintha megcserélték volna a szerepeket. Egy triplákat dobál Peter Wright, és kettőket dob Fangerven. Így gyorsan ki fog tudni egyenlíteni a holland. Oh, mit látunk? Majdnem 170-et. Igen. Ó, ez hiba. ...93-44-re megy le. Nagyon magasan van Wright hátsó pályáról, de egy 177-re 40-re rakhatta volna magát, ez most nem sikerül. 135. És akkor két nyila lesz a duplára.
Be is dobja. A 9-et, 10-8. Egyre közelebb Wrighthoz, 10-8. Ez viszont két triplás. Óriási fordulat jött most a szünet után. Száznegyvenes. Akkor benne áll a harmadik, ezt kerestem, hogy hol a harmadik nyíl, mert nem láttuk a hegyét. Ez eddig tényleg űrdárcot játszanak mind a ketten. 140. Hatalmas mérkőzés. 124-re megy le Wright. 147 maradott, Wrightnak 124. Ott a triple 20. 14-es. Nem, rámegy a 48, a dupla 8! Nincs meg! Húva minden itt! 147. Így már nincs kiszállója Michael van Gervennek. És akkor a dupla 8 a 11-8-ért Wrightnak. Eddig nem nagyon hibázgott ezt el, és körülbelül most is megoldja. Ó, de hogy kezdi ezt a leget Van Gervel? Peter Wrightnak így biztos, hogy előnnyel mennek el a következő pihenőre, és utána majd ugye ő fog kezdeni. 100. Százas a válasz a 140-re. Ez most egy aprócska hiba, de aztán jön a korrigálás fönt a tripla 20-szal. A tripla 20-as. 140-nel próbál kapaszkodni. Right. Tripla 19-25. Lemegy így 132-re. Hopp, hopp, most nem jön tripla. De a 161-re azért le tud jönni. Right kiszállóra. Itt 25, nincs meg az 57, 48, sincs 72-t hagy magának. Nagyon-nagyon magas a 161, hát megoldható, de bravúr kategória. Így meg pláne, mert már nem is oldható meg. Tényleg bravúr lenne. 81-re pedig 56-ot hagy magának. Viszont nincs 72, mese. Kell a tripla, hogy ki meg kell dobni. Legyen. Igen. Meg is dobja, dupla 12, megvan dobja. Elsőre. 11-9, és ez azt jelenti, hogy megint elmennek szünetre, de már csak kettőleg Peter Wright előnye. Nem az az asztal, igen. Már megszokta, hogy az az övé, de nem, most nem az övé. Ez jó. Na, szünet. Hát most megint nagy kérdés, mert szünet volt, az előző szünet az egyértelműen Van Gervennek tett jót. Most ez a szünet vajon visszazökkenti-e abba a játékba Peter Wrightot, amit az elején produkált és hosszú időszakon keresztül produkált. Igen, ez most egy nagy kérdés, hogy... De ott aztán nyilak variálása jött. Lehet, hogy csak szárakat cserélt, szárat... Igen. Szárat, nem cserélt nyilat, tehát így is miért, hát azért... Van egy mérkőzet a kezemben, amiben 112,26-os átlagon állok. Azért azon sokat nem kell variálni. Óriás ez a Dória ott hátul, hogy még nem ütötték le, nagyon csodálkozom, mert most már föl is állt. Szerintem az van, hogy simán ellátnak a feje mellett a kivetítőre. Ugye sokat nem látnak a táblából azok sem, akik ott a helyszínen nézik, hanem inkább a kivetítőn követik a... Leütötték, mert már nincs. Leütötték, mert már nincs ott.
96-os. A 97-es. Ez meg egy 100-as. 100-as, igen. 140. És meg is előzte most Peter Wright-ot. Most meg nem találgatja. Nagyon nem találja most. A játéka, ami most bizony nem lehet túl jó. 97-esre 164-re megy le. Michael van Gerwen, és kéne a két tripla kiszállóhoz Peter Wright-nak. Na ez, még ez... akár a három is összejöhet. 140-es. Magának, igen. Az jó, kell az 57, a tripla 19. Az is megvan, és a 32. És egy újabb fordulat a meccsen. Milyen kiszálló ez. Csoda kiszálló. Úgy nézett ki, hogy Peter Wright egy kicsit leakad, de ezt ő egész máshogy gondolja. Na ebben különbözik Ratajskitól a mostani szituáció, mert bizony Peter Wright sok, mondjuk egyrészt előnyben van. De nyilván egy ilyen hullámvölgyet sokkal gyorsabban is pillanatok alatt ki tud védeni, még talán nem is biztos, hogy hullámvölgy. Csak ilyen pillanatokra éppen nem sikerül ráfókuszálni a triplára, de hát ezt utána meg egy ilyen kiszállóval, egy ilyen zseniális kiszállóval korrigálni, azért ez még van Gerwennek is fájhatott egy picit. Bár csak egy triplás, de megint, mint hogyha kezdené megtalálni azt a játékot, amivel elérte ezt az előnyt. Most fölötte. Pedig most megint előnyt tudnak kiharcolni magának, de nem igazán sikerült. Hoppá, a hetesbe megy. Nem lehet nyugodt van Gerwen, mert kap egy nagy kört. Igen. És ugye nincs is kiszállón, és már pedig jön a tripla. Kettő is. Most jöhet a gond. Az nagyon szép, 116. Megint egy 100 fölötti. 57-re megy le van Gerwen, így azért jó esélye van. De vajon jön-e a tripla Peter Wright-nak? Nem jön, így már nincs kiszálló. Ezt pedig mindenképpen meg kell, hogy csinálja van Gerwen. 17, dupla 20, dupla 10. Bedobja! Óriási üvöltés. Igen, meg biztatja magát, hergeli magát. Na, ez az igazi arc. Ezt szeretjük. 12-10. Ott a százas. Itt nem jön össze tripla, pedig hátsó pályán kellene. Ó, most megint nem jön a tripla. Skótnál pedig jönnek. 140 újra. Egyszerűen nem tud most van Gerwen triplát dobni. Megint szépen uralja ezt a leget Peter Wright. Hoppá. Mondanom se kellett, azonnal dobott egy kettest.
Tehát még mindig nagy az előnye, bár egy 180-nal ez gyorsan eltűnik. 180! Ott van még. 5-ös dob. És a 25-ösre rámegy, és megdobja, 40 marad, bedobja a dupla 20-at. 13-10. Egy pillanat alatt korrigálni tudott. Nem ez volt a terv. 140. Most már abba a periódusba kezd jutni a mérkőzés, amikor nem engedheti meg magának Van Gerven, hogy saját kezdést bukjon. 140. Nagyon koncentráltan játszik most. 136. Ott a tripla. 100 a válasz. Továbbra is nagyon szép átlagon mind a ketten. 110-es átlagon Peter Wright. Uha! Van Gerven 104,4. Na ez most ez nagy biztos hiba. Biztos le fog rontani neki, főleg, hogy még csak kiszállóra sem ment le. ...140. Ez most egy komoly fordulat lehet, ami nagyon megnyomhatja Wright esélyét. Főleg így. Nem jön tripla. De a végén egy 90-es valahogy dobás azért csak össze jön. 121. Kell az 51. Az megvan. Megvan. És a Bull. És bedobja! Peter Wright ezt is megoldja. 14-10-re vezet egy break leg a 121-es kiszállóval. Egy újabb négy körös leg. Tovább növelve ezzel kiszálló átlagát is. Egészen elképesztő. 140. És most már nagyon-nagyon kézben tart mindent. Most nem jön a... Nem bizony. És milyen a sors, hogy Michael Van Gerven majdnem 10 pontnyig tud javítani a előző meccses átlagához képest, és jelenleg ez nem elég, de viszont mutatott olyan jeleket Van Gerven ezen a meccsen már, hogy nem szabad egy pillanatig sem leírni. Még bármi lehet. Elég egy rossz kiszállózás, vagy pár hiba, de hát nem hibázik, nézd meg. 140. 140. Mindig jön a két tripla után megint. 105, majd egy 140. Azt mondja, hogy ez most ugye 100. Ott a tripla. Igen. Sima. És a dupla 20. Ezt most nem alig dobja meg, de van még legalább egy köre, hanem több. Dupla 20. Mindig nincs meg. És még mindig nincs meg. Most van meg. A harmadik nyillal megoldja. Kettőleg kell Wrightnak, hogy ő legyen Van den Berg ellenfele. 15 nyilas kellett a 15. leghez. Mármint Peter Wright 15. legjéhez. Hiszen a meccsen a 25-et játszották, és ugye most már nincs szünet. Csak 16-16-nál lenne szünet. 180! Hol van már az a hullámvölgy Wrightnál? Így van. Nagyon szépen kihozta magát belőle. A 11. 180-át dobta a meccsen Peter Wright. Ez fölé, de szerintem őt nem nagyon izgatja ez. Bár ez már talán igen. Leginkább komoly az bosszanthatta, amikor a kiszállót rontott el. Igen. Nem lett 9 nyilas. Hát azzal lehetett volna még egyébként tökéletesre hozni ezt a mérkőzést a saját szemszögéből. Az angol szurkolók meg a szokásos angol szurkolói dalt, ugye.
Most aztán nem lehet mondani, hogy nincs hangulat. Hú, hogy mozog ez a kamera. Ott egy skót zászlóval egy hölgy ugrabugrál. A háttérben ők már mintha éreznék, hogy itt valami különleges készül. Főleg így a 16-tal 40-re marad. És hát lehet, hogy egy újabb brékleg jön, mert nincs kiszállom Fangerven. És a következő kezdéssel meg már meg is oldhatja Peter Wright a döntőt. Júj, az eléggé mellé ment. Tehát ha ez két dupla kell, akkor két dupla jön. Elképesztő, hogy egy pillanat alatt hogy reagál, és milyen magabiztosan megoldja az ilyen szitukat. Nagyon, nagyon rendben van. És a döntőbe jutásért. És jól kezd. Jaj, de jól kezd. 180. De jó lenne lezárásnak a betyárját. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen átlagok születnek. Most még 110 fölött van Peter Wright. Ott a negyedik nyíl. Az ötödiket is bedobja. Áóne! Oh. 140. Hát elvesztette a fókuszt. Most már nem azt mondom, hogy feladta, csak látja, hogy nem tud mit kezdeni. Első pár négy köröst fog dobni. Nem, vagy legalábbis rá fog dobni, és nem tudta lekövetni Fangerven. Tripla egy. Ezt viszont már tényleg csak elhaigálja. Érzi, hogy itt a vége ennek a World Match Play-nek. És itt a meccs nyíl. Dupla 20. És bedobja az elsőt. 17-10. És stílusosan egy 12 nyilassal fejezi be Peter Wright ezt az egészen elképesztő elődöntőt. 101,34-es átlagon fejezte be Michael Fangerven 48%-os kiszállóval. Teljesen rendben lenne. Ha nem jött volna a másik oda, egy 110,06 46%-os kiszállóval. Tehát 110 egész... Hát ez egész pontosan azt mondja, 2, 4, 6, 7. legjobb átlaga valaha volt ranglistán a World Match Play-en, és egyébként mind a ketten 100 fölött. Hát ez zseniális elődöntő. És ugye volt. Úgy kapott most ki Fangerven, hogy messze a legjobb teljesítményét. Igen, jutotta. Mostani World Match Play-en abszolút. Tehát ma verhetetlen volt Peter Wright. Hát hogy verhetetlen lesz-e holnap, az kiderül Fangerven ellen a döntőben. Mindenesetre ez fenomenális játék volt. A kedves nézők, ennyit. Maradtak ketten, ő, illetve Fandenberg, és ne felejtsék, hogy holnap nem 8-kor, hanem 9:30-kor lesz majd a döntő. Köszönöm szépen Lajosnak, hogy velünk tartott, holnap pedig majd Medi így van. Lesz itt a stúdióban, és szakkommentálja a döntő eseményeit. Önök pedig köszönjük az interaktivitást, és így jó van. Hajnalozást, olimpia nézést, illetve este várjuk Önöket tárc közvetítésre is. Viszontlátásra! Viszontlátásra!